Már az oldtimer autók találkozójának bevonulása is látványos volt. Újpest főtere nem pillanatok alatt, hanem szép lassan telt meg a veterán jármű csodákkal. Kimarad az 1005-ös mellett egy hely, és utána jött a fia. Először a fiatalabb járgányok gurultak be, majd érkeztek az igazi matuzsálemek. Egy rövid eligazítás, és már is minden és mindenki a helyére került. Az egyik leglátványosabb autó egy teljesen felújított 1931-es Tátra volt. Záporoztak a kérdések a tulajdonoshoz. A felújítást azt mennyire kezdtétek az alapoktól? Teljesen, teljes mértékben, mert lényegében, hogy az előbb is elhangzott, motorváltó alváz volt, meg az orr része az autónak, és utána tudtunk szerezni hozzá egy kvázi egy donor felépítményt. A tulajdonos büszkén meséli, hogy a felújításban több mint 3000 munkaóra van. Hogy milyen érzés vezetni? Időutazás. Tehát igazából én az egész veteránozásban nekem ez a legfontosabb szempont, hogy én, hogyha beülök a volán mögé, akkor mintha megszűnne a külvilág. Visszacsöppenek a 20-as, 30-as évekbe, és nem csak az autók tekintetében nekem ez egy nagyon kedves időszak. Egy veterán autóhoz nem a kockulás, hanem az olvasás dukál. A 10 éves ikrek büszkén ülnek a családi kincsben. Hát szoktunk ilyen autós rendezvényekre menni. Hát a legutóbbi az annak a szervezése volt a rossz, mert azt mondták a rendőrös felvezetés, de nem volt. Ez a mostani jó? Igen, ez jó. Miért jó? Hát, mert itt jó volt az ajándék. Olyan az autó, mint a gazdája, Forbauer József, mindig is egy hozzá passzoló veteránban gondolkodott. Az 1968-as Chevrolet El Camino a Halálos iramban című film egyik főszereplője volt. Mindig is inkább a régi klasszikus darabok álltak közelebb hozzám. Tehát nem akartam olyan autót, tömegautót nem akartam, amit bárki megvehet. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan darab, ami az országban nem túl sok van belőle, tehát én is egyedi vagyok, legyen az autó is egyedi, és stílusát tekintve szerintem inkább ez az, ami passzol hozzám. Varga István a feleségének okozott meglepetést, amikor megajándékozta egy gyönyörű régi Volvóval. Aztán az autószerelő gyorsan magának is vett egyet. És ebből az életműből lett egy életérzés, hogy akkor ülhetek benne, vezethetem. Nagyon szeretem az összejöveteleket, a találkozókat, és legjobban szeretem, hogy a férjem után megyek az ő autója után, és büszke vagyok rá, hogy mind a két autót teljesen felújította. Valóban mind a két autót én csináltam, mind a kettő 2 évig tartott, és feleségem engedett a családon belüli erőszaknak, így az enyém lett az erősebb, ővé a gyengébb autó, ez természetes. Mindig elől megy, ez tényleg? Hát igen, mert én ismerem az utat, de ezt most hagyjuk. A Skoda Rapid tulajdonosa, mint minden veterán autós, élhal a kocsiáért. 2003-ban vettünk egy Skoda Fabiát, ez lett a családi autó, és úgy elindult velem egy hullám, hogy a Skoda, Skoda, Skoda. Őt 2018-ban tudtam megvenni, azóta alakítgatom, szépítem, csinosítgatom ugye a saját ízlésem szerint. Idén 40 járműcsodára tervezték a második veterán autó kiállítást, de rengeteg jelentkező volt. Így a szervezők csak nehezen tudtak a sok-sok szépség közül választani. Mi volt a kritérium? Kritérium gyakorlatilag oldtimerhez méltó állapot, tehát nem csak oldtimer minősítésű autókat fogadunk, hanem minden olyan autót, amit nyilván a tulajdonosok időt, energiát, pénzt nem kímélve utakon tartanak, megfelelő karbantartás mellett. Az oldtimer autók második felvonulására 58 jármű érkezett Újpest főterére, az autók életkora pedig 49 év volt.